Még egyszer dobhat majd Murka. Berec! Most király helyzetben egy gyönyörű cseh királytól, aztán ott egy csoda gól! A cseleként vált király gólpassza után Berec a találat szerző. Az igen! Ez a sok-sok fiatal vasas játékos. Újpesti, és egy-két vasas játékos a sorfalban. 49. perc. Szállék. Jó, ide nagy gól! Egyenlít a vasas. A 49. percben óriási bomba. Szállékkal a negyedik találata immáron a szezonban, és folytatja tovább a kiváló sorozatát. Negyedik gólja és az első gól, és egy gólpassza is van még. Gyönyörűen teker a bal felsőbe. Azt hiszem még néhányszor meg fogjuk nézni, nem csak ezen a meccsen, hanem a különböző gól összefoglalókban is. 63. perc, debreceni. A szélre Murkához, nagyon szép támadás elé. Aztán jön a ráadás, Berec pedig kapásból levágja, elképesztő találat a forduló egyik legszebb gólját szerezte a vasas támadója. És hát tényleg egy olyan akció volt, amit sokáig lehetne megfogadni. És meg a szakmai stáfhoz a csapat. Együtt ünnepelnek minden önindítást. Áron öröme is teljesen jogos és érthető. Itt van a labdaszerzés, és itt van Berec lövése. Fantasztikusan jól eltalálta a labdát, egy picit még pörgött is,